Sziasztok, Kócsi Zsandi vagyok. Sziasztok, Kótri Zsófi vagyok. És Akon Camps-ban dolgozunk, és tovább olvasunk a Róma levelet, és most a második fejezetben vagyunk, és mi már olvastunk, és imádkoztunk, és akkor ha nem imádkoztál, vagy olvastál, akkor most állíts meg a videó, és akkor tovább megyünk. Na, második fejezet, Zsófi, akkor nagyjából miről szól? Mert van sok kérdés benne, de az világos, nem? Hogy a nagyjából az... Hát a törvény nagyon sokszor kerül említésre, illetve a jó és a rossznak a bűn és a jó cselekedetek közötti kapcsolat az nagyon sokszor előjön, ugye? Illetve, amint az elején is látjuk ezt, hogy zsidó, vagy görög, vagy kicsoda... Kürelmetél, az a szó... Kürelmetélt, vagy nem? Az a nehéz szó nekem, igen. Tehát ezek szerint van két csapat, ugye? Igen. És kinek van a törvény, és kinek nincs? Hát eredetileg ugye a zsidóknak van az Isten törvénye meg. Itt a görögöket említi, de gondolom ez mindenki másra érvényes. Nekik ugye nem adatott meg ugyanaz a törvény. Szerintem ugye az a lényeg, hogy végül is nem az számít, hogy zsidó vagy görög, hanem az számít, hogy a törvényt megtartja vagy nem. Igen, és az érdekes nem, mert abban az időben akkor biztos a római gyülekezetben, ami szintén több gyülekezet volt, nem csak egy, de ott volt sok ember, aki zsidó, és sok különböző emberek más országból is. És úgy érzem, hogy volt egy kis feszültség is ott. És Pál akar elsősorban mondani, hogy nézd, nincs nagy különbség, nem? Uh-huh. Hogy igen, nektek van a törvény, de nem lehet ítélni a többieket, mert te is mit csinálsz? Uh-huh. És akkor törvénnyel vagy törvény nélkül lehet látni, hogy senki nem tud azt tenni, senki nem tud tartani a törvényt, ahogyan Isten akarja. Igen. Nem? Igen. És szerintem ez kapcsolatban van az előző fejezettel, ugye ott emlékszünk, hogy az embereknek az Istentől eltávolodása, vagy az, hogy nem veszik észre az Istent, hogy az mivel jár, milyen következményekkel, és erre utal vissza ugye az első néhány vers. Igen, azt mondja, igen. Hogy ezért nincs mentsége, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, azonban önmagadat ítéled meg, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Tehát szerintem itt... Vers volt az? Ez az első vers, a második fejezetben, de itt ugye a korábbi fejezetnek a vége, az felsorolja ezeket a bűnöket. Tehát szerintem azt mutatja meg, igen. Hogy nincsen kettőjük között különbség. És akkor az is fontos, hogy a második versben az pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, aki ilyenek cselekszenek. Igen. Isten igazságos. Az nagyon fontos. És az is itt van, hogy a 16. vers az, hogy jön egy nap, a haragja napja, és lesz egy igazságos ítél. Ugye azon a napon, a 16. vers úgy szól, azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Mm-hmm. És azt hiszem, hogy a lényeg az, nem, hogy amikor olvasunk, vagy az első században a gyülekezet fölolvasott, és akkor ott volt a zsidó, ott volt egy nem zsidó, és akkor mindenki ott ült, és gondolta, hogy hó, bajban vagyunk, nem? Uh-huh. Mert mi nem tudunk tartani se a törvény, vagy ami a saját fejünk, mi az a conscience? Lelkiismeret. Nem tudunk úgy élni, ahogyan mi szerintünk az helyes. És akkor az elég kemény, ugye? És az érdekes, hogy a később Pál fog beszélni, hogy mi az az evangélium, és miből tudunk hinni, és honnan jön az üdvösség. Igen, mert... De fontos, amikor, hogy ezt is értjük először. Igen, mert először, amikor elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy hú, itt csak a törvényről van szó, és az lényeg, hogy a törvényt meg kell tartani. De közben nem ezt akarja kiemelni, ugye, hanem azt, hogy hiába van meg a törvény, meg hiába vagy körülmetélve, ha nem tartod meg, akkor ugyanolyan vagy, mint a többi. Igen, igen. Most igen. Már. Isten nem személyválogató. Igen. 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 Na, és akkor tovább olvasunk holnap. Azt hiszem, holnap jön egy jó hír, de először értenünk kell, hogy milyen bajban vagyunk, ugye? Uh-huh. És akkor holnap 3. fejezet,
és holnap találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!